Nagyon érdekes történettel találkozhatnak a ma esti élővíz adásában. A hívek évtizedek óta imádkoznak azért, hogy az a kérés, amelyet Jézus maga intézett Natália nővérhez megvalósuljon, megépülhessen Budapesten a Szent Anna réten az eredeti világ királynője engesztelő kápolna. Keserű Balázs keresztény kecskeméti építészmérnök elhatározta, hogy a korábban Hermann Géza építészmérnök által készített tervek segítségével létrehozza a kápolna látványtervét, amely a Natália nővér által leírt és a kinyilatkoztatásban meghatározott paraméterek alapján pontosan bemutatja a kápolnát. Jézus ezt az ígéretet tette a kápolna felépülése kapcsán. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Natália nővér könyvében pedig ez olvasható. Ez lesz az a hely, ahol a szűzanya az egész világra tudja sugározni az ő kegyelmét. Az engesztelő kápolna felépülésének fontosságáról, a kinyilatkoztatás részleteiről beszélt nekünk Keserű Balázs építészmérnök, aki maga is isteni sugallatra kezdett foglalkozni mélyebben a kápolna ügyével.